Nagyváradról és Kolozsváról is érkeztek többek között résztvevők a 34. Kandó Kálmán Nyári Egyetemre. Az első rendezvényt még 1982-ben szervezték meg a villamos mérnöki és informatikus mérnöki hallgatók számára. Ezt Borbély Endrétől, a Nyári Egyetem alapítójától tudhatták meg a fiatalok. Annak idején a magyar nyelven, nagyon, szakmai nyelven nagyon nehezen tudtak találkozni. Minden szót románból, szerbből fordították át magyar, ennek következtében nagyon kifacsart irodalmi szavakat tudtak használni csak a szakmai szavak helyett. Ennek eredménye volt az, hogy létrehoztak ezt a nyári egyetemet, amely a villamosmérnök és informatikus mérnök hallgatók számára készült annak idején. Az alapító hozzátette, akkor 4 kolozsvári műszaki egyetemista érkezett Magyarországra. Mint mondja, az első Orbán kormány alatt több mint 100, azóta minden évben közel 50 hallgatónak teremtenek lehetőséget arra, hogy megismerjék az országot. Idén Székesfehérvár és az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara ad otthont a rendezvénynek. Az Óbudai Egyetem most már évek óta, mert hogy nyilván a helyben, illetve az ide érkező fiatalokat az ország legjobb gyakorlati képzéseire oktatja és segíti az ő tudásuknak a fejlődését. Fontosnak tartja a Kárpát-medencei kitekintést is. Számos magyar lakta Kárpát-medencei egyetemmel van kapcsolat, és nagyon fontos, hogy ne csak az egyetemek között, hanem a hallgatók között is legyen kapcsolat. A nyári egyetem egyhetes programsorozata szeptember 9-én ér véget, akkor majd az évnyitó rendezvényen együtt vesznek részt a hallgatók. Szeptember 9-én a tanévnyitónk egy Kárpát-medencei tanévnyitó is lesz. Így alapvetően együtt ünneplünk a Kárpát-medencei Magyar Felsőoktatási Intézményekkel tanévnyitó ünnepséget, és ennek az előzménye is az, hogy egyébként azok a hallgatók, akik határon túl vállalták, hogy egyébként jelenkezzenek, és itt vannak, nem csak a klasszikus nyári egyetemi programokat és előadásokat fogják hallani, hanem jobban be fognak vonódni egyébként az Óbudai Egyetemnek az életébe. A héten szakmai előadásokat hallgatnak az egyetemisták, megismerkednek az egyetem laborjaival, technikai felszereléseivel, lehetőségeivel, meglátogatják a fehérvári vállalkozásokat, a parlamentben együtt éneklik el a magyar himnuszt, és a Borivárat is megtekintik majd.